Sziasztok! 2023. november 1-je van, újra üdvözlök mindenkit, ezúttal szerdán, ugye ma van Minden Szentek, baromi szép idő van, egyszerűen nem is emlékszem, hogy novemberben mikor volt utoljára ilyen időnk, tavaszt idéz, és ezt az időt kihasználva mindenképpen akartam egyet bringázni, de ezúttal ez nem egy hagyományos túra lesz, hanem egy rendhagyó, ugyanis nem egy szimpla bringa van nálam, hanem egy idézőjelben vett kis villanymozdony íme. Túra előtt gyorsan pár szót a kerékpárról, ez egy Giant Explore E Plus 3 GTS-es kerékpár, aluvázas, M-es méretű váz, 21 kg-os akkumulátor nélkül, aksival 24,5 kg az össúlya, 28-as kerekekkel, elől-hátul tárcsafékkel, hátul egy 9 fokozatos Shimano Alivio váltó van, elől a hajtásnál csak egy lánckerék van, illetve fent a kormányon van egy 9 fokozatú Shimano, mi ez, Altus váltókar. Na most nem tudom, mit mondjak még így hirtelen, vagy hogy szedjem csokorba. Először mondom a nem elektromos részek jellemzőit, ugye teleszkóp van rajta, gyárilag lámpa, elől, illetve hátul. Csomagot azt én tettem rá kulacstartót, elengedhetetlen visszapillantót, kontrollkilométer órát, és meg ide előre 2 darab prizmát. És akkor most az elektromos részről kezdeném az akkumulátorral. 36 voltos, lítiumos kivehető aksi, a kapacitása az 500 wattórás, pontosabban 496 ugye a papíron. Ez hajtja meg az itt található Yamaha motort, aminek 250 watt a teljesítménye, 70 Nm forgatónyomatékkal rendelkezik. A sárhányó és a csomagtartók azok már gyárilag rajta voltak, és elfelejtettem mondani, hogy ez egy nyomatékszenzoros elektromos kerékpár, ami azt jelenti, hogy akkor ad csak rásegítést, hogyha a nyomást érzékel a pedálon, illetve ugye be van kapcsolva a műszerfal. Mutatom is gyorsan a műszerfalat, ezzel kapcsoljuk be, a kormány bal oldalán ez a kis apró rész, ez a kezelőpanel, 100%-ra föltöltöttem a kerékpár aksiát. Jó, itt írja is, hogy 100%-on van, illetve a világítás minden bekapcsolásnál rögtön beindul, ezt ki is lehet kapcsolni gyorsan ezzel a gombbal. A bal felső sarokból eltűnik az ikon. Ilyenkor előre egy gyárilag beállított rásegítést ad a bringa, ez körülbelül az ilyen túl aktív fokozat környékén van, de tetszés szerint adagolható a rásegítés a plusz-minusz gombokkal. És visszamegyek a legkevesebbre. Ez az Eco fokozat, ilyenkor 155 km-t lehet egy feltöltött teljes aksival menni. A következő az a Tour fokozat 140 km-rel, aktív fokozat 105-tel, Sport 90-nel és a Power 70 km hatótávval. És akkor így vissza tudunk menni újra az alsóra. Én a két legalsó gyengén szoktam használni, az Eco-n, illetve a Touron. De ugye ezek az adatok nagyon hozzávetőleges jellegűek, tehát ez ilyen körülbelüli, mert ez nagyon sok mindentől függ, hogy éppen mennyit tudunk menni a bringával. Ugye függ ez attól, hogy mekkora a testsúlyunk, milyen a terepviszony, milyen gyorsan haladunk a bringával, mekkora a menetszél.
milyen stílusba használjuk, milyen rásegítési fokozattal. Nagyon fontos, hogy közben ugye hova van kapcsolva a hátsó váltó, és még a hőmérséklettől is. Úgyhogy 101 dologtól függ, hogy mekkora egy töltött taxinak a hatótávolsága. Igazából ezek csak egy ilyen tájékoztató jellegű adatok, tehát ez nagyon-nagyon változó lehet. Ez a kis komputer is tudja az átlagos kilométer-óra funkciókat, ugye most per pillanat a távolságot mutatja. Ezt az akkumulátor feltöltésénél mindig lenullázom, így látom, hogy egy töltött taxival mennyit tudok menni. De ezen kívül van itt még ugye túraidő, átlagsebesség, maximális sebesség, pedálfordulatszám, összes megtett kilométer, ez nálam ugye 546 kilométer, ugye 3 hónapja van már nálam ez a kerékpár, eddig annyit tettem bele. Az aktuális sebességet mutatja. Ez a különböző távolság, amit a megfelelő fokozatokon el lehet érni, ilyen rásegítési fokozatokon, per pillanat most 120. És újra visszatértünk a távolság kijelzéshez. És van itt még egy érdekesség, amit elfelejtettem mutatni. Tolás rásegítés funkció, ezzel a gombbal lehet aktiválni, Walk Assist. Ez azt jelenti, hogy ha valamilyen oknál fogva tolni kényszerülnénk a kerékpárt, akkor egy 5 km/h sebességig kapunk egy rásegítést. Amúgy kerékpározás közben 25 km/h a limit, ez azt jelenti, hogy ennél gyorsabban is lehet menni, de azt már saját erőből kell megoldanunk. Itt vagyok Pécsudvárd előtt, az elektromos rásegítés ki van most is kapcsolva, teljesen felesleges, ugyanis egy lejtőnk jön. Csalóka a napsütés, erősen fúj a szél, és az, hogy most elektromos bringám van, ez nem jelenti azt, hogy éjjel-nappal mindig ezzel fogok menni. Szeretem váltogatni őket, minden kerékpárnak megvan a saját szépsége, mindegyiket másért szeretem. Ez nagyon jó például akkor, amikor hosszabb túrákra megyek, és jövök hazafele, ki vagyok kicsit fáradva, jön egy emelkedő, vagy szembeszél, akkor nagyon jó esik tudni, hogy van egy kis energia plusz itt még a bringába, rákapcsolom, és már is kényelmesebb a hazaút. Most egyelőre azt se gondolom, hogy ha úgy adódik lehetőségem, hosszabb egyhetes túrákra is ezzel mennék. Inkább ilyen egynapos, max. 1-2-3 napos túrákra gondolok vele, de hát aztán majd meglátjuk. Közben beérkeztem Pécsudvardra. Második erősségű fokozatra tettem, lehet hallani, ahogy megy az elektromotor. Most szerencsénk van, erős a hátszél. Lehet hallani a hangját. Direkt nem beszéltem. És simán, zökkenőmentesen, abszolút lightosan jövök fel ezen a kis emelkedőn. Lassan hagyom el Pécsudvardot. Szép ez a hely, dimbes, dombos vidék. Lehet hallani a gumi hangját. És innen újra jön egy emelkedő. És ki van kapcsolva a rásegítés. Na mindjárt majd kapcsolok neki egyet. Eco, ez a leggyengébb. Bekapcsolt ugye az elektromotor. Fölteszem túrra. Ez egy erősebb fokozat. És visszakapcsolom itt, kettesre. Tehát rásegítek a motornak a hátsó váltóval is. Kés a vajba, mint kés a vajba. Abszolút. Ilyen lábujjal nyomom a pedált. Olyan könnyen megy föl a gép rajta. Prima. Nyomok egy erősebb rásegítést.
Szinte kiugrik. Te jó ég! Már is 20 volt. És visszakapcsolom a harmadik rásegítő fokozatból egyen lejjebb a túrra. És onnan is kikapcsolom. Eco a legkönnyebb. Ez körülbelül csak a kerékpár össúlyát viszi előre. És még egy kicsi pluszt ad. Erős szembeszélnél ezt a legcélszerűbb használni. És nagyon fontos, hogy ne csak a rásegítés erejét válasszuk ki a plusz-minusz gombbal, hanem váltsunk is. Innen már le is kapcsolom a rásegítést. És a váltó hátul kettesbe van, a legnagyobb fogaskerék alatt egyen lejjebb. Nagyon könnyű vele menni elektromos rásegítés nélkül is, nagyjából ilyen egyenes terepen. Ha meg van egy kis szint, az olyan, mint hogyha valami lájtos csomagos túrán lennék. Amíg teszteltem a kerékpárt, figyeltem pár dologra, és igazából teljesen pozitív összképet tudok adni róla. Nagyon jó a menet stabilitása, nem lehet érezni rajta a sebességet. Egy hátránya a súlya. Mondjuk én jobban megelégedtem volna, hogyha csak 18 kiló lenne az egész. Na de hát, valamit valamiért. Na lassan kiérünk az Újpetrei útra. Onnan majd levágtázunk Egerák szökéd irányába. Csak úgy tombol itt szinte a szél. Itt már egy kis emelkedőnk van, erős szembeszéllel. Teszünk rá egy kis rásegítést. Eco, és egyel följebb tesszük túra. Ez alulról a második leggyengébb erősségű, de már ezzel is röpül a bringa. Négyesbe van kapcsolva hátul a fogaskoszorú, és már ilyen 20-szal simán lehet menni, szembeszél ide vagy oda. Nem nagyon érdekli a bringát. Teljesen lájtosan tudok haladni 20-szal. Második rásegítési fokozatban. Itt a sima bringával mennék 15-tel kávé. Ennyi autót? Hihetetlen. Közben itt lekanyarodok Egerák felé. Hát a jót az könnyen meg lehet szokni, komolyan mondom. Pikpak magától ment a gép. Innen csak simán gurulunk. Beérkeztem Egerágra, jön az emelkedő, kapcsolunk rá Eco, egyel följebb, túr, és már szalad is föl a gép. Nem is kell följebb, 3-as fokozaton van, simán fölmegy vele. Én is hozzá dolgozok egy kicsit. Mindjárt fenn is vagyunk a tetején. És azért így 20-szal, 19-szel kb. Megyünk felfelé. Szóval ez egy teljesen más világ. Elhagyom Egerágot, és Szökéd felé tartok, egy nagyon prima úton, tüköraszfalt. Kikapcsolt rásegítéssel 5-ös fokozatban, igazából gurulok, már van egy enyhe lejtő, de ezt a szél valamennyire ellensúlyozza. Már régóta érdekelt az elektromos kerékpár. Idén nem voltam sehol nyaralni, sajnos nem volt rá lehetőség. Szóval úgy gondoltam, hogy meglepem magam. Ugye a másik fájó dolog a súlyon kívül az ára. Ez a bringa most per pillanat 960 ezer környékén van. Annyiért lehet kapni. Húzós ár, de valamit valamiért. Egy valami még jó lett volna, ha meg tudnak esetleg oldani, de hát ez már csak egy ilyen
vágyálom kérdés, hogyha mondjuk lejtőn vissza tudná tölteni a kerékpár kicsit az aksit. Hát fékezni itt nem kellett. Szembeszél abszolút lefogott a vasúti átkelőig. Megérkeztünk Szökédre. Itt most lesz egy jó kis domb, kb. Egy 500 méter hosszúság fölfele. Százalékot nem tudom, de egy 8-9 biztos van. Na azt mondja, mondjuk tegyünk rá segítést. Ez az egyes. A túra jó lesz, és ezt föl fogjuk kapcsolni egészen a legnagyobb lánckerékre, az egyesre. Be is indult az elektromotor. A legnagyobb lánckeréken vagyunk, és a második leggyengébb fokozatban. Jöhet a domb? Én is nyomom ám közben, és szépen haladunk, mint kés a vajban. 12-vel. Másik bringát itt tolni szoktam. És mi van, ha föltesszük gyorsabbra? Nézzük. Aktív. Ez a középső erősségű rásegítés. Megy, mint a golyó. Föltettem kettesbe. Fölnyomom sportra. És megnézzük a powert. Power! Már ilyen 20-szal megy. 21. És még rá is váltok egy 3-asra. És mindjárt fönn is vagyunk. 23-mal így följön a dombon. De én is nyomom hozzá. És megjöttünk. Leveszem rásegítést vissza túlra. Mindjárt elhagyjuk Szökédet és a jó utat. Rásegítést kikapcsoltam, és 3-as fokozatba kapcsoltam a bringát. Innen gurulászunk. Már keskenyedik az út, de talán az autóforgalom is kisebb lesz. És már alig várom, hogy megforduljunk, mert gyakorlatilag végig szembeszelünk volt. Távolban a jó öreg Villányi hegység vonulata. Egy pillanatra itt megálltam, kinyújtom a lábam, iszok egyet. Ez jól esett. Hiába kiszáradt a szám ettől a sok beszédtől, meg kifújta a szél. Szóval jó a kerékpár, meg vagyok vele elégedve. De már rég akartam egy elektromos kerékpárt, mindig kacsingattam így felé, érdekelt a technikája. Meg hát én se leszek örökké fiatal, nem árt, ha az embernek van egy ilyen gépe, vagy valami hasonló. Sivatalosan ez egy trekking kerékpár, van még egy jó tulajdonsága. Hátsó kitámasztókart eleve ide tették, és ez egy nagyon masszív kitámasztókart, tehát direkt csomagos túrákhoz. A motor is látszik innen. És van még az aksin egy ilyen töltöttség kijelzés, ezt megnyomjuk, akkor visszajelez, így pirosan. Nem tudom, mennyire látja a kamera, végig kivillantak a ledek. És itt lehet kulcssal kinyitni, és errefele kihúzni. Az erős déli szél nem hagyja ám a láb, kitartóan fúj, süt a nap egyenlő széllel. A bokrokon annyira nem látszik, de én így érzem bringán. És akácos szakasz, ez nagyon szép ez a része, nézzétek!
van egy kis lejtőnk, és egy ilyen kényelmes komótos 19-el gurulunk. Komputer meg teljesen ki van kapcsolva, minden rásegítés, abszolút egy hagyományos kerékpárként üzemel. Előttünk Áta, megérkeztünk, nem megyünk be a faluba, hanem itt csinálunk egy huszáros vágást balra. Benézzünk erre, remélem nem nagyon vizes az út. Nem szeretem a vizes sáros utat, főleg ezzel a bringával, nem? Mindjárt megnézzük, max visszafordulunk. Milyen itt az út, azt a betyár nem nyónyát. Van itt egy csendesebb kis utacska, gondoltam eljövök erre. Biztos nem találkozunk autókkal. Közben én bekapcsolom a komputert. Ez üdvözlő üzenet. Lámpát azt kikapcsolom. Jó. És már megvolt a szántás. Ki kell rámolnom, nekem is otthon a kertet be kell szántatnom hamarosan. Most annyi eső volt, nem tudnak rámenni a traktorok. Ki is kapcsolom a villanymotort. És off. Közben én váltottam egy szemüveget. Ja, jó satszoltam, 97%-on van az aksi töltöttség. Azért húztam szemüveget, mert lehet, hogy egy árnyékosabb szakasz jön, és ez a napszemüveg ez nagyon sötétít. Ha túl vizes lesz az út, akkor szerintem nem megyek rá. Nem akarom összegányolni a cajgát. Hát, talán ez a járda még itt nekem belefér. Aha, ez egy betonjárda, ez itt jó lesz. És kerülővel akarok bemenni a faluba. Milyen mohás a beton. Na és itt. Egyszer elnézek a vasútállomás felé. Aztán fölmegyünk azon a dombon itt szembe. De előbb bekanyarodunk itt balra. Megmutatom az Átai vasútállomást. Át nem megyek itt, majd megfordulok. Csak megállok egy pillanatra és mutatom. Klassz, nem? A vasútállomást elhagyva visszamegyek újra arra a pontra, és az emelkedőn keresztül bemegyünk a faluba. Ugye innen érkeztünk, lesz egy jó kis domb előttünk, viszont itt meg kell állnom, le kell tennem a kamerát, mert föl kell kapcsolgatnom a lánckereket. Itt le fogom tenni az egyesre, a legnagyobbra, és akkor egy túrfokozatot fogok kapcsolni szépen. És akkor neki ennek a dombnak. Sőt, nagyobb domb legyen aktív. Akkor a bringa beállítva, ezek a kis vonalak mutatják az ötből, hogy a közepes rásegítésen van. Itt van ez a kis citromsárga vonalacska. Fokozat az egyesen, a legnagyobb lánckeréken. És akkor jöhet a domb. Nem hagyom meg a kerékpárnak az egész dicsőséget, én is kiveszem a munkából a részem. Eddig tényleg éppen csak érintem, és úgy megy fölfele, szinte szökel. Jó kis dombám ez itt. Ezen szoktak legyalogolni az utasok a vasútállomáshoz. Hú, de megy, azt a betyárját. Nem is kell, visszakapcsolom túlra. Ez bőven elég. És fönn vagyunk. Rásegítést már ki is kapcsoltam.
lesz egy kis kanyar, ahogy látom a dologban, és mutatom közben a Villányi hegyet. Jaj, kanyar! Elbámészkodtam, látjátok? Hú, de jó ez a tárcsafék. És itt lemegyünk a faluhoz. Jaj, de szép ez a mező! Most csak az elsővel fékezek. Füstölnek! És benn is vagyok Átán, itt a játszótér mellettem. Ez azt hiszem a műfáz. És itt ki is megyünk az útra. Jaj, de jó kis kemencefával. Elektromotor ugye kikapcsolva és simán. Simán tökéletesen lehet vele menni. Szép kis település Áta is. Eldugott, csendes, itt már töredéke az autóforgalom. Na és visszatérve az elektromos dolgokra, az a titka, hogy ne felejtsünk el közben váltogatni mi is. Ne csak a rásegítést változtassuk a plusz-minusz gombbal az erősséget, hanem váltsunk közbe. Na és innen végre visszafordulunk, ez azt jelenti, hogy hátszél, és most már a nap iránya is tökéletes. Nem szembefényes. Szép régi harangtorony. Csörtessék. Elhagyjuk Átát, és az előbb itt mentünk le a vasúthoz. Ilyen pompás őszi színekben van ez a fa is. Jön egy emelkedő, de nem esünk kétségbe. Még tekerjük. És lassan elkezdjük nyomni neki. Eco. Bekapcsolt a villanymotor. Túr. Éled a villanymotor. Aktív. Most már repül a gép. Sport. 23. Power. Elértük a maximálisat. 25. Ennyi nem kell. Szépen visszább kapcsolunk. Ide elég a túr is. Ég és föld. Idősebbeknek, vagy akinek esetleg már rosszabb a térde, csak ajánlani tudom. Nem kell folyton bekapcsolni a villanymotort, de jó, ha van egy kis erőtöbletünk. És én folyamatosan tekerek, én is kiveszem ám a részem belőle. Eco. Ez a legkisebb rásegítés. És már ki is kapcsolom. Ennyi volt a domb. És most van 95%-on az aksi. És eddig 15,7 kilométert mentem. És volt hozzá szint is. Hú, de szép idő van. Hátszéllel már mindjárt más. Hamarosan tervezek egy kis csokoládéevést, és ha meg is van a helyszín, előttünk szökén, mindjárt beérünk, és ott rögtön lesz egy kis pihenő, Mária pihenő. Már jártam ott egy korábbi videóban, mutattam is. Na, ott egy kicsit megpihenünk, leülünk, eszünk, iszunk, éljen május elseje. Ha jó, tényleg könnyű megszokni, amikor ilyen 20-22-25-tel mész rá segítéssel, az marad az alap, és utána, amikor 15-tel mész, akkor nem tudod, hogy hol vagy, vagy mi van, vagy miért nem megy a bringa. És meg is érkeztünk a pihenőhöz.
Na, itt letépünk az útról. Kies kis pihenőhely, paddal, asztallal, esőbeállóval, és itt le is teszem a cajgát. Így. Bekészítettem a csokit, mindjárt le is veszem a kukásmeszt magamról. Teszem. Nagyon jó idő van így, hogy hátszélbe megyünk, egyszerűen pazar, süt még a nap is közben, bár megjelentek fátyolfelhők, de 18-19 fok, simán van még mindig. Hát akkor jó étvágyat! Rásegítés az kikapcsolva, megy ám le a nap, és jön egy ilyen fátyol felhőzet is. Ma elég sokat beszéltem a bringáról, fokozatokról, rásegítésről, de ha ezzel megyek legközelebb, nem fogok ennyit mondani róla. Most csak azért, mert ugye ez egy bemutató videó, először került így kamera végre ez a kerékpár. Következő túrákban már csak amit szükséges. És itt a pihenő, itt álltunk meg az előbb. Ott az a fátyol felhőzet. Az elektronos bringa azért is jó, mert ha valamiért sietni kell hazafelé, kapcsolsz pár fokozatot, kis rásegítést, és 25-tel egyenletesen tudsz menni. Elhagytam szökédet, és ez már az egerági emelkedő. Egyelőre még rásegítés nélkül. Hármas fokozatban vagyok. Aztán lassan elkezdek kapcsolni egy ekót. Bekapcsolt a villanymotor. Túr. Egyel erősebb fokozat. És hozzáváltok. Egyes lánckerék. Tehát a legnagyobb lánckerékre tettem, nem szenved a motor, szinte lábújhegyjel hajtom. Nem kell vágtázni, 13-mal megyünk felfelé, és elosztjuk a munkát. Egyenletesen, igazságosan a motor, és én köztem. Még tart kicsit az emelkedő, érdekességképpen elveszem a meghajtást, kikapcsolom, egyes fokozatban, legnagyobb lánckeréken lehet érezni, hogy mekkora segítség volt a motor. Most a saját erőmből megyek felfelé. Így se rossz. Ha lemerülne az aksi vagy gond lenne, simán lehetne vele így is haladni. Na, azért kapcsolunk egy ekót, a legkisebb tolófokozatot. Ezzel áthaladtunk Egerágon is. Majd megint lesz egy emelkedőnk. Egerág vége! Kezd hűvös lenni, ahogy megy le a nap. De így, hogy közben bringázik az ember és teker, nem fázik. Megvan a testmozgás. Közben egyet váltok, mert hármasban van.
föltettem 2-be, és akkor azt hiszem itt az idő egy kis rásegítésre. Echo. Itt a villanymotor megjött. Még egyet kapcsolok, túr. És így már simán haladunk felfelé. Nem olyan túl gyorsan, komótos 15 km per órával. Ilyen forgalmat alig szokott autó járni. Az esetek zömében én csak az alsó két rásegítést szoktam használni. A túrt, amiben most vagyunk, és az Echo-t, de most le is kapcsolom. Persze a mai videó miatt bele-bele kapcsolgattam az aktívba. Na jó, abban még szoktam néha venni, de a sportba és a powerbe nem. Úgyhogy most kicsit ezeket is használtam a dombon. 4-es fokozatban kikapcsolt villanymotorral 20-szal haladok Pécs udvart felé. És érkezem Pécs udvardra. Hát itt le is kanyarodok szépen be a falu felé. Megsúintja ám 35-36-tal. Prima az út minősége itt, nem is döccen. 27,8 km-t mentem bekapcsolt kompjúterrel. Pécs udvard. Na itt megállok a fedetnél. És akkor megnézzük az eredményeket. Azt mondja, most van 4 óra 18 perc, lassan megy is le a nap. A ringa még egybe van. Amikor ott fönt az autópályánál bekapcsoltam ismertetés céljából az elektronikát, akkor volt ugye nullán, és azóta 28,7 km-t mentem az aksis bringával bekapcsolva, de nem volt végig rákapcsolva ugye a rásegítés. 94%-ot fogyott az akkumulátor, és megint csak a legjobbakat tudom róla elmondani. Nagyon erős biciklinek érzem, tehát bivajként ment föl a dombon. Én nem is szoktam nagyon az aktív fokozatot, a sportot, meg a power-t pláne nem szoktam használni. Csak egy érdekességképpen mentem föl ilyen erővel azokon a dombokon. És így is maradt benne még kapacitás bőven. Szóval én maximálisan meg vagyok elégedve ezzel a biciklivel. Jó, mondjuk kicsit drága, kicsit nagy a súlya, de ez ahhoz kell, hogy egy ilyen kapacitású akkumulátorunk és egy ilyen erős motorunk legyen. Ehhez mindenképpen be kell valamit vállalni. Köszönöm, aki ma velem tartott. Remélem, majd találkozunk legközelebb is, hogy milyen biciklivel. Ezt nem tudom, majd még meglátjuk. Ciao mindenkinek, sziasztok!